Dora titkos vágya nem egyéb volt, mint száraz építészeti rendszerekről tanulni. És persze, persze. És ebben segít nekünk Székely József, a Garzon Szépítő Kft. És a General Commando alapítója. Szia! Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! És hogy lefordítsuk magyarra, a gipszkartonba való fúrás, illetve a fúrás úgy általában. A fúrás, mert hogy végre eljutunk oda, ilyen szeretnék megtanulni fúrni. Na, gyere, akkor itt a lehetőség. Gyere közelebb a falhoz. Igen, tehát hogy a fúrás szerintem nem... Tehát a legtöbb ember úgy gondol, én azt gondolom a fúrás, hogy ja, hát az egy viszonylag egyszerű dolog, és én alátámaszthatom, aki ezt így végigjártam a fúrás szamár létráját otthon, hogy nagyon el lehet szúrni. Tehát, hogy én amikor elkezdtem polcokat fölfúrni, akkor mindig általában 4 luk volt. Na és ez ekkora, az. Én ezért nem olyan... fúrok, de kéne, úgyhogy most akkor tanuljuk meg, hogy mit hogyan lehet jó lukakat fúrni. Nagyon fontos a lyukak fúrásánál, hogy milyen falazatról beszélünk. Igen. Ugye most ma kifejezetten gipszkarton falazatok fúrására készültem nektek. Nem, száraz építészeti rendszerek. Így van, száraz építészeti. Népiesen nevén gipszkarton falazatok, tehát ugye így ismeri a földi halandóság, akik nem a szakmába vágóan dolgoznak ebben, hanem aki ugye otthoni kétkezű barkácskézzel hát szeretné ezt megoldani. Most már mindenki tudni fogja, mi ez a száraz építészeti rendszer. Igen. Úgyhogy ehhez hoztam én nektek háromfajta rögzítési lehetőséget, hogy hogyan is lehet ezt ezekben a száraz építészeti rendszerekben, vagy ugye gipszkarton falszerkezetekben bármit rögzíteni. Ugye ahogy valamit fel szeretnénk akasztani a falra, akár egy képet, akár egy polcot, akár bármit, akkor rögtön felmerül az a kérdés, főképp gipszkarton falazatoknál rögtön megtámad minket a sztereotípia, hogy úristen, le fog esni, de nem. Aha. Nem fog leesni. Van egyébként egy terhelési tartani. Határa? Van egy terhelési határa is, igen, összességében, illetve vannak hozzá nagyon szuper kis dolgok, amivel lehet ezt egyébként jól kezelni. Ezek különböző technológiák, különböző tiplik, de bátran kezetekbe vehetitek. Igen, mert ugye ennek az a lényege, hogyha egy kicsit eldurranthatom a te puskaporodat, hogy ugye ezzel átfúrunk, és utána ezt visszahúzzuk, és akkor kvázi ez a túloldalon, de majd mindjárt meg is mutatjuk, így beakasztja magát, így van, és nem tud kijönni. És ennek is hasonló ugye, a technikája. Igen. Miért mi a különbség, mondjuk mikor használjunk alumíniumot, és mikor műanyagot? Teherbírásban nagy a különbség, tehát sorrendben mondjuk úgy történik, hogy valahogy ez van elől. Aztán talán ez a következő, ebből egyébként létezik műanyag verzió is. Igen. És a legeslegvége az ez, és nem látszik ugyan, de azért ez a fajta, ez képes arra, bármennyire is hihetetlen, hogy például a gipszkarton falazaton egy egész mosdót is megtartson. Wow. Hát, hogy ez a kis szerkezet, ez még erre is képes, hogy az a becenem, hogy Molly dűbel. Molly dűbel. Molly bejtettem a kukába. Kész Molly volt. Molly ki van végezve, igen, ennyi. Köszönöm. Ez csavart gipszkarton tűbel, vagy egyébként mi hernyós tiplinek is hívjuk, ez a gyönyörű kis népies neve. Igen, mert ugye beeszi magát, és akkor abba lehet utána már egy csavart, vagy bármit belakni. Igen, az a szomorú hír ebben, hogy például ezt egy gipszkarton falazatba sajnos fúrás nélkül is be tudod hajtani. Ó, de rossz hír ez. Tehát, hoztam egy egyszerű csavarhúzót, hogy valakinek nincs olyan affinitása, akkor ezt gyakorlatilag ugye a hegyét ezt egy picit ugye be kell nyomni, és nincs más dolgod, mint ezt szépen betekerni, mint gyakorlatilag egy csavart. Ez mondjuk mit tart meg? Képeket például. Ez képeket kiválóan megtart, de egyébként kisebb polcokat, lengőpolcokat, minden ilyesmit. Ugye ez így momentán, igen, most ez még ugye nem kész ez a rendszer így ebben a formában, hiszen erre nem tudod felakasztani valót. Akárhogy próbálom, és akkor ide jön egy csavar. Kiváló csavar, amit majd ugye beletekerünk, és akkor annak már úgy lesz értem, és akkor fel lehet. Na ehhez már ugye, aki jobban szereti a kézi munkát, az csavarhúzóval, akinek meg egyébként van otthon valamilyen zümzüm masinája. Megpróbálod, betekered? Hát ez talán még menni fog, ez most kifelé vagy befelé teker? Hát majd mindjárt kiderül. Jó, hát... És hogy engem addig azért, hogy ezt mindenféleképpen kézzel érdemes... Nagyon jó. Majdnem jó. Egy majd picit ilyenkor vissza kell húzni, mert nincs mit felakasztani. Irányváltó, igen. Itt, hogyha ezt benyomod ezt a gombot, akkor... De most kihúztam vele a videót is. Igen, mert annyira behajtottad. Igen. Na ezek a kis apró kis finom. Na ezért kell nekem ezt megtanulni. Így van, és ezért érdemes. Most nem lesz, most ezt itt hagyjuk. Jó. Most ezt itt hagyjuk. Tudod, mi lesz? Ide jön a kép. Igen, ez ilyenkor van az, hogy hogyha valaki nem annyira rutinos ebben, akkor érdemes, hogyha egy képet szeretnénk feltenni, és azt vízionáljuk, hogy egy darab lyuk kell, akkor érdemes minimum 2 tiplivel készülni. Hogyha esetleg nem oda sikerül, akkor ugye ebben is lehessen mozgástér. Elsőt már is elrontottam. Igen, de nem. Azért ezt ki lehet kicsit talán mondani.
Pont azt akartam kérdezni, hogy mindenféleképpen csak kézzel érdemes ezt behajtani, vagy azért lehet mondjuk egy alacsonyabb fordulatszámra? Lehet alacsonyabb fordulatszámon, és igen, nyilvánvalóan, aki kevésbé rutinos, az nem nagyon érzi a fordulatot, meg ugye a sebességét a behajtásnak, ott érdemesebb kézzel, mert azért ezt jobban lehet szabályozni. Igen, túl lehetett, pont azért kérdezni, túl lehet, hogy igen. Csináltam, és túl toltam, és akkor engem, hogy megmutassam, hogy lehet elrontani. Köszi. Igen. Jó, de akkor ezzel most meg vagyunk, tehát ez volt az egyes számú verzió. Igen. És akkor jön a következő, ugye ez az, amit betudunk, ugye itt érdemes majd arra figyelni, hogy amikor ezt így összenyomod, hogy neki érdemes előfúrni, mert hogy ezt csak úgy nem fogod tudni átolni, mert ez nem önfúrós. És ugye ezen így szépen áttoljuk. Igen, ha nem megy, akkor kalapáccsal. Lehet rajta igen egy ilyen kalapáccsal segíteni. Most szándékosan csak ezek olyan jellegűek, amihez nem kell komoly szerszámot. Általában szinte bármelyik meglett férfi embernek kinézték már az egyik karácsonyra egy ehhez hasonló behajtót, mert ugye már zokni volt elég, borotva is, minden más, úgyhogy egy behajtó volt a következő. És akkor akartam egyébként pont kérdezni, hogy a gipszkarton szereléshez elég a sima kis behajtó, mert sima, ugye ott egyszerű behajtó. Sokféle igen, van. Igen, ehhez a gipszkarton falazatok dűbelezéshez, stiprizéshez elég egy sima, egyszerű behajtó, hiszen ez nem egy kemény falazatról beszélünk. És akkor most meg is lehet nézni, hogy ezt betekertük, és úgy, hogy helyesen mondtad, hogy itt a hátulján van ez a gyönyörű kis, igen. És amikor elkezdi valaki kifelé húzni, akkor ez itt megfeszül, és egész egyszerűen nem engedi kihúzni ezt a tiplit. Ugye a következő műtök az ugyanaz, igen. Csavar bele, megpróbálod még egyszer? Meg, persze. Ne add föld. Dehogy adom. De ez most kiesett belőle, azt nem én csináltam. Ójjaj. Hát ez Murphy, kérem. Ilyen nem szokott történni, de akkor legalább most ezt is megnéztük, hogy mi történik, ha. És ez most kifelé megy, vagy befelé? Ez most kifelé, nem? Nem, még egyszer. Igen, ez most kifelé, és akkor ezt is visszanyomjuk. És akkor most nem hagyom magam átverni. Nem, most már nagyon profi vagy. Fejlődik a Dóra, igen. De ezt nem kell behajtani, ez beszalad. Egy kicsit. Igen, ez most ide valószínűleg rövid ez a csavar, így. Mert nem volt mit behajtani, és majd egy hosszabb csavarra készítünk. Igen, de így most jó, most már jöhet a kép. Igen, így most jöhet a kép. Az húzza be, tehát minél jobban behúzza. Pontosan, a csavar lesz az, ami behúzza, és akkor erre már bátran lehet aggatni a különböző jellegű képeket. Pont arra kell még szerintem talán ügyelni, hogy azért igen, egy kicsit, hogyha behajtót használ az ember, hogy finomabban, mert azért, igen. Ha túl lehet tekerni, ki lehet tépni, meg ilyenek, tehát azért lehet. Igen, mert nagyon fontos, csinálni. Hogy mindegyik... Látszik, hogy te tényleg tapasztalt nagyon rutinos, vagy. Én a tapasztalatlan, te a tapasztalat. Hát figyelj, annyi ferde és rossz polc áll mögöttem, hogy én te lehet, le is ülhetnék igazából, át is vehetnéd, mert itt megvan már a tapasztalati tőke. Amire még érdemes figyelni, hogy semmiképpen nem mozgassuk benne a fúrót, mert akkor kitágítjuk a lyukat, így gyakorlatilag nem fog tudni benne funkcionálni, mert nem lesz kellően szűk ez a lyuk, ahová ezt be kell tekerni. Én kérdezhetek egy kicsit off-topicot, hogy itt a fúrókkal kapcsolatban van egy csomó félreértés, hogy mi micsoda, hogy ugye van a sima fúró, van az ütvefúró, és van a fúrókalapács, vagy kalapács-fúró, valami eset, ezek között van különbség, hogy az ott igen, vannak ezek a sima behajtók, ezek igen. Alapvetően csak csavarok behajtására alkalmasak, vagy ugye ebben a falszerekezetben alkalmasak fúrásra. Uh-huh. Lehet beletenni egy fúrószeret, és akkor lehet fúrni. Igen. Amikor már jön egy téglafalazat, abban már rendes fúrógépre van szükségünk, olyan, ami esetleg ütve fúró, uh-huh. És akkor ez azt jelenti, hogy ahogy fúr, úgy különböző ütéseket ad, és így halad előre maga a fúrószára falazatunkban. Van az a nagyon jó hangja, amikor hallod. Igen. És ugye ennek vannak többféle verziója, itt a befogás az, ami lényeg, uh-huh. Hogyha ilyen henger alakú a befogása, az ugye a normál fúrószár, az van alap esetben, ugye azt tudjuk beletenni ebbe is, igen. Hiszen ebben is egy normál hengeres fúrószár igen. Való. Uh-huh. Aztán a következő verzió, amit már betonnál és panelnél előkerül, hiszen ott már nem boldogulnak a normál fúrószárak, azt hívjuk az SDS plusz befogásnak. Aha, az, ami csak itt bepattintjuk. Így van, az egy ilyen gyors tokmány, csak bepattintjuk, uh-huh. És gyakorlatilag betonfalazatokat már kizárólag olyan gépekkel érdemes fúrni, mert különben egész délelőtt fúrjuk, de soha nem jutunk el a lyuk végéig. Na, ezt legközelebb fogjuk megbeszélni, most ideig jutottunk. Ez egy nagy darab betont, légy szíves hozzá magad. És akkor azt itt kifúrjuk, igen, kifúrjuk, hogy ide legyenek kedvesek, egy téglát, egy betonfalat ide építeni, és akkor azt meg tudjuk mutatni simán. Majd veszt, amikor felépült szólunk. Rendben van. Most viszont tovább kell mennünk. De nem, Dóra, nem. Jó, bocs, oké. Okay. Na, de igazad van, tovább kell menjünk. Akkor...